Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Nyáron csatlakozhat Dombóvár. Ülésezett a Kaposmenti Terület Fejlesztési Társulás. Szexárdi Szakképzési Centrum. A cél, hogy néhány éven belül az ország legjobb szakképző intézménye legyen. 100 000 forint bírság ittas vezetésért. 1153 sofőrrel fújattak szondát a rendőrök Tolna megyében. Összefogás. Több millió forintot adományoztak rászoruló családoknak a bátaszékiek. A Tolnatej Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Jövő év közepén csatlakozhat Dombóvár a Kaposmenti Terület és Vidékfejlesztési Társuláshoz. Jogszabályi rendelkezés miatt kell eddig várni. A társulás Kapospulán tartotta idei utolsó ülését. Az elnök szerint eredményes évet zárhatnak a tagtelepülések. A Kapospulai Művelődési Házban találkoztak idén utoljára a Kaposmenti Terület és Vidékfejlesztési Társulás tagjai. Az ülést már Récsei Gábor Szakcs polgármestere vezette le, miután az addigi elnököt Pintér Szilárdot az októberi önkormányzati választáson Dombóvár polgármesterévé választották, így már nem tagja a társulásnak. Az új elnök úgy látja, eredményes éven vannak túl. Azt gondolom, hogy akár pályázati témákban a társulást alkotó 14-15 önkormányzat sikeres évet zárhat, és büszke lett az eredményeire. Bízom abban, hogy a jövő év legalább ilyen sikeresen telik a társulásban. A társulás előtt álló legnagyobb feladat jövőre, hogy lebonyolítsák Dombóvár újbóli csatlakozását a társuláshoz. Ez jogszabályi korlátok miatt legkorábban jövő év közepén történhet meg. Pintér Szilárd Dombóvár polgármestere, bár szavazati jog nélkül, addig is részt vesz a társulás munkájában. Potápi Árpád János államtitkár, a térség országgyűlési képviselője az ülésen azt mondta, továbbra is azon lesznek, hogy minél több forrás érkezzen a településekre. Remélem azt, hogy a következő években is számos közös sikert tudunk majd felmutatni. Magyar Falu Program gőzerővel zajlik. Tudom, hogy még mindenhova nem jutottak nyertes pályázatok, de a következő években azon leszünk, hogy ezek a források arányosan tudjanak eloszlani, illetve minden településen azok a célok valósuljanak meg, amelyek a legfontosabbak. Az októberi voksoláson a Kaposmenti Terület és Vidékfejlesztési Társulás 6 tagtelepülésén választottak új polgármestert az ott lakók, ők röviden bemutatkoztak az ülésen. A magyarok több mint fele nem beszél semmilyen idegen nyelvet, amivel a britek és a románok mögött Magyarországon él arányaiban a harmadik legtöbb olyan ember Európában, aki csak az anyanyelvén tudja kifejezni magát, derült ki egy elemzésből. Eszerint 28 EU-s tagországot hasonlítottak össze az Eurostat legfrissebb adatai alapján, így kiderült, hogy valóban a briteknél a legrosszabb a helyzet. 65,4%-uk ismerte be, hogy az angolon kívül semmilyen más nyelven nem beszél. Az ország legjobb szakképző iskola hálózatává akar válni a Szexárdi Szakképzési Centrum néhány éven belül. Ennek érdekében teljesen átalakították az iskolai képzési kínálatát, a munkaerőpiaci igényeket szem előtt tartva, és az oktatásra használt épületeiket is folyamatosan újítják, valamint igazán korszerű eszközöket szereznek be. A munka jövőre is folytatódik. A jövőre felmenő rendszerben induló új szakképzési törvény értelmében a diákok már érettségit és szakmunkás bizonyítványt adó technikumban és szintén szakmai bizonyítványt adó szakképzőiskolákban tanulhatnak. Az átalakítás célja, hogy modern, a gazdaság munkaerőigényeihez alkalmazkodó szakképzési rendszer jöjjön létre. A Szexárdi Szakképzési Centrumnál pedig nem kisebb célt tűztek ki, mint hogy néhány éven belül az ország legjobb szakképző iskola hálózatává váljanak. Ehhez pedig arra van szükség, hogy felmérjék, milyen szakemberekre van szükségük a Tolna megyében működő vállalkozásoknak. Ez a munka pedig már hónapok óta tart, a tapasztalatokat pedig felhasználják már a jövőre induló képzéseknél is. Megjelentek új szakmák is, hogy csak egyet mondjak, például egy egészen kúrás szakma, az alternatív gépjárműhajtási technikus az Adiban, ami villanyautós újonnan megfogalmazott igényekhez fog kapcsolódni. Azt gondolom, ennek az átalakításnak nem csak az iskolák lehetnek a nyertesei, hiszen sikeresebb lehet a beiskolázás, hanem nagyon nagyban tudunk alkalmazkodni a gazdasági szereplőkhöz is, akik kiszámítható munkaerőt fognak kapni.
A szakképzésben tanuló diákok pedig ösztöndíjat mindannyian. A korszerű oktatáshoz korszerű iskolák és eszközök is kellenek, a Szekszárdi Szakképzési Centrum pedig ezen a téren is élen akar járni. Csak idén 450 millió forintot költöttek el iskolaépületek felújítására, jövőre pedig igazi 21. századi laborokat és oktatóműhelyeket alakítanak ki. Januárra történik két okosteremnek a teljes körű berendezése, ami már egy, ami a robotikát, az elektronikát, 3D nyomtatást, virtualizációt tartalmaz. Ezeknek az eszközei már rendelkezésre állnak, a beszerelésük és a teremkialakítás vár még a jövő évre, januárra egész pontosan, és azt követően tudunk ebben már egy teljesen megújult oktatással menni. A Szekszárdi Szakképzési Centrumhoz tartozó 9 iskola közül most a Szekszárdi Ady Endre nevét viselőt újítják fel kívülről. Annak a B-épületével a tervek szerint még idén elkészülnek. Lesz béremelés a tűzoltóknál, ígéri a belügyminisztérium. Mint írják, a hivatásos állomány jövedelem növelését a kormány eldöntötte. A növekedés mértékéről azonban még nem határoztak, azt az ország gazdasági teljesítő képességéhez fogják igazítani. Az ügy előzménye, hogy a hivatásos tűzoltók független szakszervezete a médiához fordult, hogy kifejezze csalódottságát. Azt írták, hogy úgy érzik, az állam átverte őket, ugyanis egész évben azzal hitegették őket, hogy várható a béremelés, de most többjel is arra mutat, hogy erre 2020-ban sem fog sor kerülni. A részeg és a bódult állapotban lévő sofőröket igyekezett kiszűrni a rendőrség a hétvégén tartott Tiszpol akcióban. Tolna megyében 1153 sofőrrel fújattak szondát, és közülük 15-üknél jelzett alkoholt a készülék. 8 személy ellen kezdeményeztek büntető eljárást, és 7 ember kapott közigazgatási bírságot ittas vezetésért. A rendőrség szóvívője azt mondja, a bírság és a büntetés mértéke az alkoholszinttől is függ. Valaki 30 ezer forintot, van, aki pedig 100 ezer forintos bírságot, attól függően, hogy milyen mértékű volt az alkohol a szervezetében. Ezen felül 19 kerékpáros ellenőrzésére is sor került, akik közül azonban egyetlen személy sem volt, aki nem volt vezetésre képes állapotban. 37-en fagytak halálra december közepéig Magyarországon a Magyar Szociális Fórum szerdai jelentése szerint. Ez több, mint tavaly. Az áldozatok kétharmada fűtetlen otthonában és kórházba szállítása közben, illetve beszállítása után halt meg. A többiek a szabadban vesztették életüket. Ismét összefogott Bátaszék a rászoruló családok megsegítéséért. Több millió forintot és több száz kilogramm tartós élelmiszert és édességet adományoztak helyi vállalkozók és a város önkormányzata a Család és Gyermekvédelmi Szolgálatnak. A gondozási központ munkatársai a beérkezett összeg egy részéből 170 karácsonyi csomagot állítottak össze a nehéz helyzetben lévő bátaszékiek számára. Könnyek között igyekezett berakni a bevásárló kocsijába a gondozási központtól kapott karácsonyi csomagot ez a bátaszéki nő. Azt mondja, 50 ezer forintos rokkant nyugdíjában erre neki nem telne. Nagyon elérzékenyült, amikor meglátta, hogy a több kiló hús krumpli liszt mellett csokoládé és gyümölcs is helyet kapott a csomagban, amiket 3 lányunokájának kíván majd odaadni, ha erre lehetősége lesz karácsonykor. Hányan karácsonyoznak? Hát ha szerencsém van, akkor hazajönnek a fiaim, nincs akkor egyedül. Az adományokat a Bátaszéki Gondozási Központ munkatársai állították össze a hozzájuk és a város önkormányzatának számlájára érkezett felajánlásokból. Több millió forint gyűlt itt össze, mintegy 170 nehéz helyzetben levő családnak és 150 gyereknek készítettek ajándékcsomagot. Boros Zsuzsanna, a Bátaszéki Gondozási Központ vezetője azt mondja, soha ennyi felajánlás nem érkezett hozzájuk, amit nem győznek megköszönni. A Bátaszékváros önkormányzata az ünnepi adományosztáshoz kapcsolódóan elkülönített számlát nyitott, amelyen közel 2,3 millió forint érkezett, aminek nagyon-nagyon örülünk, illetve 2 magánember 1 millió forint felajánlást tett. A Bátaszéki Gondozási Központ ezt az 1 millió forintot 3 család között osztja szét a felajánló kérésének eleget téve. Az önkormányzati számlán maradt összeget pedig szétosztják a rászorulók között, és további csomagokat vásárolnak a húsvéthoz kapcsolódóan. Legyen minden gyereknek karácsony címmel szerveztek jótékonysági csomagosztást a bonyhádi Solymár Imre városi könyvtárban. Összesen 140 hátrányos helyzetű gyerek kapott ajándékot a Mikulástól.
Szegedi Látványszínház fiatal színészeinek nevelés célzatú műsora előzte meg a Legyen minden gyereknek karácsony címet viselő jótékonysági csomagosztást Bonyhádon. Ebben ugye készülünk a Mikulást is, várjuk és meglepetéssel készülünk a gyerekeknek. A célja ezeknek a látványos előadásoknak az egészséges életmód bemutatása, tehát az a leggyakrabban, avagy a felelős állattartás, tehát a célunk rávezetni a gyerekeket az egészséges életmódra egy ilyen kis mese keretén belül, még ha az karácsonyi is, akkor is. Már november elejétől várták a 6 és 14 év közötti hátrányos helyzetű gyerekeknek szánt ajándékcsomagokat a helyi könyvtárban, mondta az intézmény igazgatója. A csomagokban alig használt, de még jó állapotban lévő játékokat, ruhákat és könyveket adományoztak helyi civil szervezetek és magánszemélyek a Bonyhádon tanuló, rászoruló gyerekek számára. Hátrányos helyzetű gyerekeknek szeretnénk egy kicsit kedveskedni. A két iskolából, a Széchenyi Általános Iskolából és a Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskolából jönnek diákok, illetve olyan sok csomagot kaptunk, olyan sok gyűlt össze, hogy a Pittypang óvodát is megkerestük, onnan kaptunk még neveket, illetve a maradék csomagot az Életút Családsegítő Egyesületnek fogjuk átadni, és majd ők tovább fogják osztani. A Szegedi Látványszínház előadása után összesen 140 hátrányos helyzetű gyerek kapott ajándékot a Mikulástól. Pakson is segítik a rászorulókat karácsonykor. A város önkormányzata és az MVM Paksi Atomerőmű ZRT közösen 2019-ben is megszervezte a hagyományos karácsonyi cipős dobozgyűjtési akciót, hogy az ünnepek alatt minél több gyermek és család számára örömet szerezhessenek. Az összegyűjtött adományokkal a Paksi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, a Segítők Háza, a Paksi Kistérségi Szociális Központ fogyatékosok nappali ellátását biztosító szervezet és a Katolikus Caritas munkáját segítik. Ajándékcsomag hegyek közepette tartotta sajtótájékoztatóját Szabó Péter és Kovács Antal. A Paksi Önkormányzat és az Atomerőmű két hete kezdett közös karácsonyi ajándékcsomaggyűjtési akcióba, mely már 12 éve megmozgatja a lakosságot. Közel 100 cipős doboznyi adomány gyűlt össze. Pénz adományra is lehetőséget teremtettünk, és ezzel is éltek. Szerencsére mind az Atomerőmű dolgozói és a nyugdíjas klub is, mint pedig a város lakói. Kovács Antal fontosnak tartja, hogy a jó módban élők is megtapasztalják, hogy adni jó a nehezebb sorsú társaiknak. Ez a cipődoboz akció egy nagyon jó kezdeményezés, és én szülőként nagyon örülök, hogy ebbe is részt vettünk, és tudjuk ezáltal is nevelni a gyermekeinket. A segítő szervezetek képviselői örömmel vették az adományokat. A sajtótájékoztató után boldogan válogattak a csomagok között. Édesség, tartós élelmiszer, meleg ruhanemű. Ilyen és ehhez hasonló meglepetéseket rejtenek a cipős dobozok, melyek sok-sok rászoruló családnak hoznak örömöt és boldogságot idén is a karácsonyfa alá. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Visszaadják a kétlábon járás lehetőségét, különleges eszközzel segítik a gerincvelő sérülteket Pécsen. Hiába a kiszsákmány, éveket tölthet a rács mögött, vádat emeltek a kertvárosi trafikrabló ellen. 160 pécsi családnak segítettek a keleti városrészben, tartós élelmiszerekből állítottak össze csomagokat. Különleges, a jövőt idéző eszközöket tesztelnek, kutatnak a Pécsik IDE klinikán. Olyan külső vázrendszert erősítenek a gerincvelő sérülést szenvedett betegekre, amivel újra lábra állhatnak, járhatnak. A pécsi kutatók azt követik nyomon évekig, hogy mennyivel alakul másképp az úgynevezett exoszkeletonnal élők egészségi állapota, mint a kerekes székes társaiké. A kutatás eredményeként a jövőben akár ilyen eszközök adhatják vissza a mozgás élményét, lehetőségét a gerincsérülteknek hazánkban. Két éve egy autóbalesetben szenvedett gerincvelő sérülést az akkor 33 éves Tatai László. A hasvonalától lefelé lebénult, nem tud lábra állni. Most egy forradalmian új eszköz tesztelésében vesz részt a Pécsi Egyetemen. Benyomja az órán, hogy fel szeretne állni, utána behelyezi a mankókat a megfelelő pozícióba, és innentől kezdve föltolja magát kézzel, és már áll is.
Magyarázza a használatot a gyógytornász. Járni is lehet a szerkezettel. Az okos órán be kell állítani a járás programot, az eszköz így a lépés segíti, figyelve a használó visszajelzéseire, a biztonságára. De a lépcsőzés sem jelent problémát. Teljesen új világ nyílt meg előttem így ezáltal. Mit éreztem, mit kaptál vissza? Hát igazából járásképességet. Igazából az, hogy nem gurultam a székkel, hanem léptem, és ugye a járás visszaadta. Mondja Tatai László, aki március óta tanulja a 40 millió szerkezet használatát. Egy pályázat keretében szerezték be ezeket az úgynevezett exoszkeletorokat, vagyis külső vázakat. Azt akarják bizonyítani, hogy a kerekesszékes életmódnál jobb és szövődményektől mentes életet élhetnek a gerincvelő sérültek. Ilyen például a csökkent csontsűrűség, az izmoknak az izomtömeg csökkenése, akár az érszűkületre is jó hatással lehet, testösszetételt pozitívan befolyásolva, és hát ugye nem beszélve a pszichológiai előnyökről. Vidéki helyszínként Pécsen folyik ilyen kutatás hazánkban. Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézettel együttműködve a Pécsi Tudományegyetem elkezdhette az országban elsőként a humán alsó végtagi exoszkeletonokkal folyó klinikai kutatásokat. A közös munka keretében a rendelkezésre álló két exoszkeleton közül az egyiket Pécsett, a másikat pedig Budapesten használják. Így a kutatásba több beteg bevonása lehetséges. Az exoszkeletonokkal folytatott vizsgálatok mellett folyamatban van egy úgynevezett biomechanikai labor kialakítás is a Pécsi Idegsebészeti Klinikán. Nagy árat fizethet a pécsi trafikrabló, aki ellen most emelt vádat a Pécsi Járási Ügyészség. Még augusztusban az egyik hajnalon döntött úgy, hogy fegyveresen követeli a Csontvári sétányon működő trafik bevételét. Azonban a rablás után még aludt, mikor már jöttek érte a rendőrök, így csak néhány óráig volt tulajdonában a zsákmány. Ráadásul alig 250 000 forinttal távozott a helyszínről, mégis évekre számíthat a büntetés végrehajtásnál. Ezt a felvételt annak a trafiknak a kamerája készítette, amit augusztusban rabolt ki a képen látható fegyveres. Arcát kendővel takarta el, kapucnit húzott. Fegyvert tartott a Csontvári sétányon lévő dohánybolt alkalmazottjára, így követelve a bevételt a hajnali órákban. Az eladó előbb megtagadta a pénz átadását. A fenyegetésnek a hatására mégiscsak átadott a bevételből közel 250 000 forintot, amit a férfi elrakott, felszólította azonban a nőt arra, hogy legalább 10 percig maradjon még az üzletben. Ő maga azonban a pénzzel teli táskával elment. Egy ismerősének a lakására ment a rendőrök, egy pár órával az elkövetés után pedig itt fogták el az elkövetőt. A rendőrök megtalálták az elrabolt pénznek a nagy részét is, így a bűncselekménnyel okozott kárnak a jelentős része az meg is térült. A férfi az eljárásnak a kezdete óta letartóztatásban van, a cselekménynek az elkövetését elismerte egyébként. A cselekmény a fegyveresen elkövetett rablásnak minősül, amiért 5-től 10 évig terjedő szabadságvesztés kiszabását teszi lehetővé a törvény. A 22 éves elkövető azt mondta, anyagi helyzetét akarta stabilizálni a pénzzel, de már megbánta tettét. Azonban a cselekmény súlyossága, illetve a kiszabható büntetés nagysága miatt mindenképpen letöltendő börtönbüntetésre számíthat, amit fegyházban kell letöltenie a szabályozás szerint. Liszt, cukor, tészta és még sok más tartós élelmiszer is került azokba a csomagokba, melyeket Pécs keleti város részében osztottak ki. A Török István utcai közösségi házban 160 családnak adta át Péterfi Attila ezeket az ajándékokat. A polgármester hangsúlyozta, szeretné, ha a rászorulók éreznék, az év minden napján figyelmet fordít rájuk a városvezetés. Péterfi Attila osztotta ki az ajándékokat a rászoruló pécsi családoknak. Egy gyűjtésnek köszönhetően 160 tartós élelmiszerekből álló csomagot állítottak össze Pécs keleti város részében élőknek. Mint azt a Baranyai megyeszékhely polgármestere elmondta, a városvezetés kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a rászorulók érezzék, nem csak bizonyos időszakokban, hanem minden nap fontosak. Itt vagyunk most ismét Meszes környékén, tehát keleten, ennek van jelentősége. Úgyhogy a legfontosabb üzenet az, hogy mi a rászorulókra és a pécsiekre minden nap szeretnénk gondolni, és a mindennapi tevékenységeinket szeretnénk hozzájárulni valóban ahhoz, hogy a pécsiek úgy érezzék, hogy napról napra boldogabbak, így karácsony táján pláne.
A gyűjtésben és az osztásban is nagy szerepet vállalt a hídgyülekezete szeretett szolgálat. A csomagokban a tartós élelmiszer mellett található még például sütőmargarin, édes és sós finomságok, valamint egy zacskó szaloncukor. A családsegítő szolgálatok állították össze azt, hogy melyik családot értesítik ki, tehát ők zászorultsági alapon szóltak a családoknak, mi azt látjuk, hogy elég volt, de mi ezen felül még a gyülekezet ebben a városrészben 120 csomagot kiosztotta a Komlói úti szociális irodába. Az eseményen elhangzott öröm, hogy valóban rászoruló családoknak segíthetett az önkormányzat és a szeretett szolgálat. Az élelmiszercsomagokkal így mintegy 300 család karácsonyát tették szebbé Pécs keleti városrészében. Rendkívül sikeres évet zárt az éppen 30 éves Kozár Misleny ese, hiszen az eredményekben javulás, létszámban pedig növekedés mutatkozott. A csapatsportágakban ugyan még csak egy fél szezonon vannak túl, mégis elégedettek lehetnek a szakvezetők. Az NB1B-s kézilabdázók a harmadik helyről várhatják a tavaszt, és az ország legjobb 8 csapata között játszhatnak a Kozár Misleny ESE U14-es leány kézilabdázói. A folyamatos építkezésnek köszönhetően az Egyesület kosárlabda szakosztálya is évről évre fejlődik. Már nem csak Kozár Mislenyből, hanem Pécsről, Komlóról, Olaszról és Szederkényből is járnak kosárlabda edzésre gyerekek. Az Egyesület a sportkarácsonyon örökös tiszteletbeli tagsággal és bérlettel köszönte meg a korábbi létesítményvezető Feleki Árpád 14 éves munkáját. Gyönyörű évet zártunk, hiszen a 18-unk is nagyon szép volt. Ha sporteredményeket nézem, akkor megint csak feljebb vittük a lécet. Igazából számomra sokkal fontosabb volt a mai estén az, hogy ez a közösség megint ekkora létszámban együtt volt. Csodálatos dolog, hogy ez a Kozár Misleny sportcsalád így együtt van és így összetart. Nagyon jó érzés volt körbenézni ezen a rengeteg gyereken és bennüket elkísérő szülőket. Kívánok minden sportvezetőnek ilyen közösséget és a városunknak is egy ilyen sportéletet. És végül nézzük, miről szólt ma a híradó. Nyáron csatlakozhat Dombóvár. Ülésezett a Kaposmenti Területfejlesztési Társulás. Szekszárdi Szakképzési Centrum. A cél, hogy néhány éven belül az ország legjobb szakképző intézménye legyen. 100 000 forint bírság ittas vezetésért. 1153 sofőrrel fújattak szondát a rendőrök Tolna megyében. Összefogás. Több millió forintot adományoztak rászoruló családoknak a bátaszékiek. Felhős időre készülhetünk csütörtökön, eső nem várható. Időnként kissé élénk délkeleti szél mellett pár fokot mérséklődik a hőmérséklet. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb csütörtök este jelentkezünk. Viszontlátásra!